Sziasztok, Raci vagyok, a nézitek. Minden nap használok okos ami hát látszik is, de ilyen óra még nem volt a kezemen, amire az utóbbi nagyjából egy hónapban lecseréltem a sajátomat. Vannak ugye az echte okos mint az Apple Watch, ami dizájnban elég messze van egy rendes órától, de mindent tud és mindent mér. Ezzel szemben vannak ugye a kerekkijelzős, szintén mindent mérő, de tényleg óraformájú okos órák. Természetesen ott vannak a klasszikus analóg órák rengeteg neves gyártóval, és itt van ez. Egy klasszikus prémium karóra a Tisztótól, beépített AMOLED kijelzővel, amit a napelem miatt szinte soha vagy csak nagyon-nagyon ritkán kell tölteni, és igazából ellátja azt a két funkciót, amire egy átlagfelhasználó okos órát használ ami az értesítésjelzés és az aktivitásmérés. Óráskörökben a Tiszó egy nagyon régre visszanyúló márka, már 171 éve gyártanak órákat, és például az Omega-val együtt alapították meg a Swatch csoportot, vagyis hát ennek a jogelődjét, az ssi t Vannak kifejezetten jó megoldásaik, például a Powermatic 80 szerkezet, globálisan a svájci márkák közül a top 10-ben tartózkodik, és termékeivel a középkategóriát erősíti. Én magam nem vagyok egy nagy óra szakértő. Így ezeket az infókat, amiket most elmondtam a nagymestertől, beszéljünk órákról Zsoltól kaptam, ezúton is köszönöm neki. A Tiszónak elég széles a kínálata, nyilván annak függvényében, hogy milyen stílusú órát keresel és milyen árkategóriában. Megmondom őszintén, mielőtt megkerestek volna ezzel az órával, hallottam a márkáról, de nem nagyon jött velem szembe sehol ez nem azért volt, mert nem voltak sehol sem kirakva. Egy Düsseldorfi órabot kirakatában kapásból több tucatnyi tiszó volt kirakva. Egyszerűen csak nem volt rajta a radaromon. A márkán belül egyébként a t ez a hibrid vonal, alapvetően két típus van, a t Connect Solar, és az új modell a szeptembertől nálunk is kapható t Connect Sport. Ebből van szilikon, illetve titán szíjas változat is. A teljességkedvéért ebben a táblázatban láthattok minden fontosabb specifikációt az óra kapcsán, amikre mondjuk nem feltétlen fogok kitérni a videóban. Kezdjük talán azzal, ami titeket is a legjobban érdekel, hogy milyen okos órafunkciókkal látták el és milyen a rendszere. Van egy kapszula formájú AMOLED kijelzője, ami érintőpanel, elég egyértelmű, illetve egyszerű a menürendszere. Ha benyomod valamelyik gombot, akkor kapásból a dátum, illetve a megtett lépések száma jön elő. Tőle jobbra vannak a különböző funkciók, mint a stopper óra, van ébresztő óra, időzítő, beállíthatod az időt is, például arra az esetre, hogyha más időzónában vagy, a telefonot ugye átáll, de az órát szeretnéd mondjuk az otthoni időzónán látni. Végül a Solar menüpontban azt látjuk, hogy mennyi fény éri az órát, hisz a napelemmel tölti a benne lévő akkumulátort. A főképernyőről a másik irányba indulva, első körben az értesítéseket fogjuk látni. Azt mondjuk nem lehet testre szabni, hogy mely appok küldhetnek értesítést, ebbe az irányban mondjuk lehet, hogy érdemes elindítaniuk a fejlesztést, de minden értesítést megkaptam az órára, ami mondjuk e mail üzenetváltással kapcsolatos, szóval ilyen szempontból abszolút nincsen hiányérzetem. Előnézetben azt mutatja, hogy kitől érkezett az üzenet, nyilván én tudom, hogy az valószínűleg egy messenger vagy egy e-mail, de alapvetően nem tesz különbséget köztük megjelenítésben az óra rendszere. Hogyha rábőksz, akkor bele tudsz olvasni pár sor erejéig, de válaszolni a telefonon lehet. Az órában nincsen magyar nyelv, viszont az ékezetes karaktereket remekül kezeli. Hogyha valaki hív, akkor a nevét vagy a hívószámát fogja kielezni. Ha bekapcsolod a hangot, akkor csipogni is fog, de nekem általában a rezgés is bőven elegendő volt. Innen csak elutasítani, illetve némítani lehet a hívást. Az értesítéseken túl vannak a beállítások, hogy például legyen-e bekapcsolva a Bluetooth a hang, vagy mondjuk a rezgés. Megcsörgetheted vele a telefonod, hogyha mondjuk hirtelen nem találnád, de azért még Bluetooth hatótávon belül van. Az akkumulátor beállításainál bekapcsolhatod a takarékos üzemmódot, az autoszlipet, de manuálisan is elküldheted alvóba. Ilyenkor egyébként semmilyen értesítés nem jön át, és gomnyomásig az óramutatók is délnek állnak. Így alig fogyaszt. Beállíthatod, hogy küldjene értesítést tétlenségről, kitűzött célok eléréséről, vagy hogyha elvesztette a kapcsolatot a telefonnal hogy legyen hangja és rezgése, hogyha mondjuk értesítés érkezik, vagy ha csak szimplán a rendszerben navigálsz. Van opció nyelvet állítani, de ahogy mondtam, magyar nincsen. Ezen felül állítható az időformátum, és az advanced belül lehet kalibrálni, illetve gyári állapotba visszatenni. A főképernyőtől lefelé az aktivitásaiddal kapcsolatos infókat találod, mint a lépésszám, kalória, távolság. Végül pedig, hogyha felfelé indulsz el, kiválaszthatod az edzésformát, ami jelenleg futásból, jogából, bringázásból és túrázásból áll. Amit magától mindenféle nyomkodás nélkül mér az óra, az a lépésszám, és ebből kalkulál megtett távot, illetve elégetett kalóriát. Már több mint egy hónapja használom az Apple watch helyett, és sok videóban már láthatátok is a karomon. Végignyomtam vele például az IFA kiállítást, és azért itt látszik, hogy jóval aktívabb voltam. Amit nem tud ez az óra, az az alvásmérés, nincsen benne ezen felül GPS, tehát a telefonodnak mindenképpen ott kell lennie, hogyha szeretnél helyadatokat is látni. Az órában van búzusmérő szenzor, viszont ez csak akkor működik, hogyha elindítottál valamilyen edzést, végül nincsen benne NFC, így nem tudod mobil fizetésre használni. Nyilvánvalóan ezek olyan funkciók, olyan dolgok, amik, hogyha egy okos órából hiányoznának, az teljesen elfogadhatatlan lenne. De azt kell szem előtt tartani, hogy ez nem egy okos óra, ami órának akar kinézni, ez egy rendes analóg óra, ami megpróbál kicsit okos lenni. A Tétács Connect Sporthoz természetesen van egy applikáció, teljes funkcionalitással működik iOS-en, illetve Androidon is, ez a T-Connect. Ahogy az okos óráknál lenni szokott, itt is ugyanúgy megtalálsz mindent, amit az óra rendszerében, csak nyilván sokkal egyszerűbb és kényelmesebb itt beállítgatni a dolgokat, mint az óra kis kijelzőjén. Az edzéseknél egyébként kifejezetten részletes infokkal szolgál az app, diagramon mutatja, hogy hogyan változott a púzus a sebesség és a szintkülönbség függvényében, illetve a mért púzus alapján külön zónákra osztja az edzést, így láthatod, hogy az mennyire volt intenzív. A tapasztalataimat kétfelé osztva, először is, ami nem tetszik. Noha az érintőkijelző jól működik, és nem tudom, hogy ez csak a nálam lévő modellnél probléma, de a felfelé legyintést nem mindig veszi olyan könnyedén. A többinél egyébként nincsen gond. Az érintések rövid és hosszú gomnyomásokkal helyettesíthetők, szóval ha nem akarod az érintőkijelzőt használni, vagy kesztyűben vagy, akkor is tudsz navigálni az órán. Egy másik furcsa dolog az aktivitásmérés. Nem az aratokkal van a gond, hanem az edzésformákkal. Bevallom, hogy amiket ti futásnak láttatok, azok séták voltak, de csak és kizárólag azért, mert nincsen benne séta opció. Ezen felül az óra 50 méterig vízálló, ami nyilván egy tök jó dolog, viszont úszást nem lehet mérni vele. Ezzel szemben, amit egyszerűen imádok, hogy tényleg nem kell foglalkoznom azzal, hogy lemerül az óra. Augusztus elején kezdtem el napi szinten használni, és hát látszik az applikációban, hogy hogyan áll a töltöttség. A napelem ilyen szempontból tényleg zseniális. Plusz, hogyha sötét környezetbe mész át, a mutatók, illetve a jelzések foszforeszkálni fognak. Így sötétben is elég sokáig látod az időt. Ha esetleg még ismerülőben lenne, a gyári dobozában kapsz hozzá egy mágneses USB töltőkábelt. Révén, hogy egy minőségi, klasszikus svájci óráról van szó, az anyaghasználat is kiváló. Hipoallergén titán keret, karcáló kerámia lünetta és zafír kristály előlap. Előfordult párszor, hogy nekiütöttem véletlen valaminek, sőt, mondok jobbat, amire hát nem vagyok büszke, de ez van. Nem tudom, hogy már min, de felbosszantottam magam egy stresszes napon, és így odavágtam a laptopra, amiből nyilván az óra is kapott, mert hát rajtam volt. A laptopom alumínium teteje most így néz ki, az órán viszont ennek semmi nyoma. Összekezzünk. Korábbi okosórás videókban is említettem, hogy én amire használom ezeket, az az, hogy lássam a telefon elővétele nélkül, hogy keres valaki és miért keres, illetve hogy nyilván mérjem az aktivitásaimat. Erre igazából a tiszó is elég lenne. Tök jó volt az utazások során, hogy még csak gondolkodnom sem kellett azon, hogy vajon kell-e óratöltőt vinnem magammal, de azért az aktivitás mérés kapcsán bőven vannak kompromisszumok. Ez az óra Magyarországon 400 ezer forint magasságában van, ami bőven túlmutat a Samsung, illetve az Apple ultráján is, sőt ez már abszolút a Garmin teritorium, ami sportoláshoz viszont abszolút a legjobb. Szóval elég sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehet ezt az árat értelmezni. És igazából arra jutottam, hogy nem is nekem kell feltétlen megmondanom a tutit, mert ez teljesen egyénfüggő. Ha alapvetően is okos órában gondolkodsz, akkor ez egyértelműen nem neked való a korlátozott funkcionalitás miatt, de ha az óra nálad itt kezdődik, és szeretnél benne némi okosságot, akkor viszont érdemes elgondolkodni rajta. Összességében nekem tetszett ez az óra, viszont én mindig is okos óra párti voltam, és egy darabig okos óra marad a karomon. De lehet, hogy eljutok egy olyan pontra az életemben, amikor többre fogom értékelni a jól kidolgozott minőségi karórákat. Ki tudja. Ez lenne a Tissó t Sport. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a videó is kicsit. Ez is kilóg a sorból, mint a vlogok, illetve a Tesla test, de remélem, hogy tetszik ez a fajta változatosság a csatornán. Ha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!